Már közel 50 éve dolgozik védőnőként Fekete Mária. 1988-tól egészen nyugdíjba vonulásáig végezte munkáját. Aztán idővel ismét visszatért hivatásához, hogy továbbra is támogassa, segítse az embereket. 1988 óta nyugdíjba vonuláson még dolgoztam Tolnán, aztán a lányok visszahívtak dolgozni, hát elmentek szülni, és most itt dolgozom Tolnán azóta. Általános iskolában nagyon megtetszett a védőnő, amikor eljött a hajunkat megnézni, tehát tisztasági vizsgálatot csinálni. Nagyon szép pirosra voltak festve a körmei, soha nem felejtem el. Hát ugye mi falusi kislányok voltunk akkor, és ez nagyon régen volt már, tehát a 60-as években, a múlt század, úristen. És akkor határoztam el, hogy ez egy érdekes dolog, és utána a gimnáziumi érettségi után volt egy ilyen kis előgyakorlat, mielőtt elmentünk a védőnőképzőiskolába, és akkor ott határoztam el akkor végképp, hogy védőnő szeretnék lenni. És nem is döntöttem rosszul, megmondom őszintén, nagyon szeretem a munkámat, a nagyfiam szokta mondani, hogy olyan jó neked, hogy szereted a munkádat. Ennek már 48 éve. Fekete Mária azt mondja, nagyon sokrétű a védőnői munka. Gondozunk kismamákat, gondozunk csecsemőket, gondozunk gyerekeket, aztán ha elmegyünk családot látogatni, akkor gondozunk a nagypapát, gondozunk a nagymamát, segítünk mindenben, amiben csak tudunk, tehát nagyon-nagyon érdekes. Minden nap új embereket ismerek meg, úgyhogy az utcán én már mindenkinek köszönök, mert sose tudom, honnan ismerem. Rettentő sok családi titkot ismerünk, ami néha nehéz is. Ez egy olyan élethelyzetekbe látunk bele, ami a legszebb, meg a legnehezebb is lehet. Tehát borzasztó sokrétű a munkánk. És azért nehéz is egy kicsit. Fárasztó, lelkileg. A tolnai védőnő munkásságát nemrégiben Steller Mária díjjal értékelték. A kitüntetés célja a területi védőnök kiemelkedő szakmai munkájának és elhivatottságának elismerése, különösen a 3 év alatti gyermekes családok támogatásában, valamint a társadalom figyelmének felhívása a védőnök áldozatos munkájára. A 3 királylány, 3 királyfi nevezetű mozgalomnak a díja, ők díjazzák azokat a védőnőket, akiket a vezető védőnők felterjeszt erre a díjra. Engem is Bács Gáborné Nagy Ilona járási vezető védőnő terjesztett fel erre a díjra, és elismerték a munkámat. Nagyon jó érzés volt, megmondom őszintén. Ahhoz, hogy valakiből jó szakember váljon, mindenképpen empatikusnak kell lennie, mondja a védőnő. Nagyon kell szeretnie a gyerekeket, meg az embereket egyáltalán. Meg mindenféle embert kell szeretni. Minden házba másként kell bemenni. És mindenkivel meg kell értetni magukat. És olyan jó érzés, amikor azt mondják, hogy mit tudom, én dolgoztam 2 helyen, és akkor mondják az utánam következő kolléganők, hogy Mari, meséld már el, ti milyenek voltatok, mert titeket mindig emlegetnek. Mármint engem is a fiamat. És ez így van itt is, Tolnán is, mindig mondják a gondozottak, akik elköltöztek, vagy másutt laknak, hogy a Marika néni. És akkor jönnek, és akkor Marika néni maga semmit nem változott. Mondtam, jaj, de édesek vagytok, de szoktam tükörbe nézni. Rengeteget változnak az emberek, és nagyon nehéz velük dolgozni. És ez borzasztó nagy türelem kell. Tehát ahogy változik az egész társadalom, úgy változik a mi munkánk is, nehezebb lesz.